Emlékeztek-e a tornasorra, hogy hogy van? Igen. No, de... Sportos kis lurkókkal telt meg a városi sportcsarnok küzdőtere, akik atlétika, kosárlabda, labdarúgás és kézilabda bemutatót tartottak szüleiknek. A Mackóvár központi óvoda két fiatal ambíciózus óvónő koordinálásával 2022. szeptemberében indított sportcsoportot. Ez a sportcsoport egy országosan is egyedülálló kezdeményezés. Nem voltak tapasztalataink, nem tudtunk benne elmélyülni igazán, mert nem voltak előttünk olyanok, akik ezt csinálták volna, egyetlen magánoviról tudtunk. Elsőként szeretném is a szülőknek megköszönni a bizalmat, hogy ők bizalmukba fogadtak minket, és hittek abban, hogy ez jó lehet, hogy az ő gyermeküknek a fejlődésére ez mindenképpen jó hatással lesz. Tulajdonképpen, ami még nagyon fontos, hogy rendkívül jól felkészült edzőket sikerült megnyerni az ügynek, őket szeretném név szerint is bemutatni. Brakics Nikolett az atlétikát, Ponyi Anita a kézilabdát, Csáki Rebeka az úszást, Dániel Péter a kosárlabdát, és Tarlósi Patrik pedig a futballedzéseket tartja. Felkészültek, elhivatottak a sportjuk és a gyerekek iránt is. Ez nagyon jól látszik folyamatosan az edzéseken, hogy mindig arra alapoznak, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, hogy élményszerű legyen, hogy játékos legyen az edzés, hiszen óvodás gyerekekről beszélünk, akiknek lételeme a mozgás és a játék. A kiemelt céljuk igazából az, hogy a sportot megszeressék a gyerekek, de emellett az is, hogy legalábbis egy olyan szemléletet sajátítsanak el, hogy a mozgás, a sportolás beépüljön a mindennapjaikba, hogy az egészséges életmód az napjainkban is nagyon fontos, és ezért tenni is kell. Úgyhogy tulajdonképpen ők ezzel foglalkoznak leginkább, hogy a gyerekek élvezzék és érezzék jól magukat edzés közben. A sportcsoport a többi óvodai csoporthoz képest szigorúbb napi rendet követ. A gyerekek minden reggel testmozgással indítják a napot a sportcsarnokban, ahol adott nap adott sportággal foglalkoznak. A tapasztalatok azt mutatják, hogy nagyon sokat fejlődött a gyerekek állóképessége, a figyelem megosztása és az immunrendszere. A sportmacisoknak vitaminban, zöldségben, gyümölcsben, fehérjében gazdag étrendet próbálnak kialakítani. A szülők és az óvoda pedagógusok szerint is kevesebb a betegség és a hiányzás a csoportban. Ami azonban ugyanúgy működik, mint az összes többi óvodai csoportban, hogy ők is az országos alapprogram szerint működnek, tehát a tevékenységrendszerük, a foglalkozások, semmiben nem szenvednek hiányt ezek a gyerekek, tehát ugyanúgy a képességeik fejlesztése más területen is megtörténik. Amire nagyon-nagyon büszkék vagyunk, az az Ovi Olimpia, ahol első helyezést értek el. Tehát összességében mondva azt gondolom, és azt a visszajelzést kapjuk, hogy ezek a gyerekek nagyon erősen fejlődnek sok területen, és mivel tudjuk, hogy a mozgás az alapja sok képesség fejlődésének is, ezért úgy gondoljuk, hogy ebben a jövőben is van létjogosultsága, és mindenképpen szeretnénk folytatni ezt a tevékenységet, sőt, városi szinten másik tagovodába is kiterjeszteni, hát a szülők részéről igen nagy az érdeklődés.
bemutatón a szülők is részesei lehettek a reggeli edzésnek, ugyan most csak nézőként, de az intézmény munkatársai és az edzők nem zárkóznak el, hogy a későbbiekben akár aktív résztvevőként is jelen legyenek egy-egy foglalkozáson. Most viszont saját szemmel is meggyőződhettek róla, mennyit fejlődtek a kis csemeték. Minden sportág edzője képviselteti itt most magát, forgószínpadszerűen váltják egymást a gyerekek, kis csapatot alkottak, és minden edző igyekszik bemutatni egy kicsit összesűrítve az ő sportágának a legfontosabb elemeit, és azt, amiben a gyerekek leginkább fejlődnek és jól érzik magukat. Szeretnénk majd egy ilyen bemutató edzést felkínálni azoknak a szülőknek is, akik tervezik, hogy 24. szeptemberében a kisgyermeküket ebbe a sportcsoportba íratnák be. Mindenképpen jó lenne, hogyha látnák, hogy hogyan működik, hogyan folyik itt a munka, és aztán beiratkozás alkalmával talán már el is tudják dönteni, hogy szeretnék, hogy részese legyen az ő gyermekük egy ilyen sportcsoportnak.